A hétvégén Mohácson a busók elűzték a telet, de azt már megszokhattuk, hogy itt Beremenden az idősek szociális otthonának lakói megteszik ugyanezt. Bár az idei időjárás az nem igazán volt téli, de mégis megkísérlitek elűzni a telet, ugyanúgy, ahogy a mohácsi busók tették a hétvégén. Immár hagyományosan az idősek szociális otthona lakói és dolgozói is egy vidám móka keretében megpróbálják útnak indítani a telet. Igen, ezt a hagyományt ezt folytatjuk. Annál is inkább, hogy ez valóban a korábbi időkben hagyomány volt, különösen a farsang farka, a farsang vasárnap, a farsang hétfő és a mai nap a húshagyókedv. És a húshagyókedvről meg kell említeni még azt, hogy régebben az idősek ekkor látogatták meg a közeli barátaikat és mulatoztak. Ezt az otthonban élő lakók közül sokan mesélték, hogy például az Beremenden hogy zajlott, meg nekem is vannak nagyon szép emlékeim a gyerekkorból, és végül is a multivézés, a hagyományok megőrzése, a hagyományok felelevenítése, ez az idős otthoni ellátásban a mentális gondozásnak ez egy ilyen erős pontja. Azt beszélje most, akinek van mersze, jöjjön hát a köszöntő Stifi-Stefi verse. Üdvözlöm a megjelenteket nagy szeretettel, azt is, ki biciklin érkezett, vagy járókerettel. A mi kedvünkén eljött az is, kinek fáj a lába, és itt a lakosság hírmondója, a Beremen tévés stábja. Tudjuk, hogy a falu népe minket már nagyon várt, hisz a kedély állapotukba biztos nem teszünk árt. Én már egy hónapja rá vagyok hangolódva a farsangra, idén is pályázok a ceremónia mesteri rangra. A versírói tehetségemet ilyenkor kiaknázom, hiszen a rémeket én nem a kis ujjam borázom. A fantáziámat is munkára fogtam, kreatívan, ahogy ilyenkor szoktam. Képzeljétek csak magatokat a helyembe, mikor a sok diriflepn is ötlet kering a fejembe. Aki a felvonulásra jelentkezett önkéntesen, milyen kirívóan csinos ruhába öltöztessem. Mondtam a brigádomnak, senki nem ajrézzon. Ez a nap arra van, hogy mindenki parádézzon. Fontos, hogy mindannyian jól nézzünk ki máma, hadd plegykáljon rólunk az egész falu szája. Rólam biztos mondják, hogy a melleim direkt cuflik fölettek ékelve, takarítónő létemre, hogy meg vagyok humorral spékelve. Amúgy egytől egyig a felvonulók mind feltűnési lázban égnek, vidáman mókázva nagy csindrandattával vetnek véget a télnek. Polgármester megszökött, de jegyzőnő azt nagy stílűen félrelökte a munkát. Minden vágya, hogy eljárja velünk a falusi rumbát. De mielőtt ritmusos riszállással egymásba kapaszkodnánk, bemutatom a vidámság, a szórakoztatás és a bujaság exkluzív tagját. Hát először is a vidámságot. A vidámság nagykövete vigyorog naphosszat. Remélem-e boldog érzés senkit nem bosszan. Depressziós epizód az ő életőben nincs. Felhőtlen jókedv és öröm az igazi kincs. Nevetve viseli a tarka gönceit, a hóbortos ruhadarab egymást hecceli. Virgonc Vilma kívánja mindenkinek a legjobbakat. Azt hiszi a lottó ötös nyereménye majd ő rászakad. Azt szeretné, hogy göndörkacaj csiklandozza a szátok. Sziporkázó flitteres élet várjon rátok. Megérkezett a nótás kedvű vég nagykövet, aki a szórakoztatásért mindent elkövet. Elsöprő lendülettel kergeti a nyugalmat, rafinás stratégiával előzi az unalmat. Ez a fergeteges fekete ruha narancssal karöltve, a jó hangulatú kalappal kacélan flörtölget. Került rá még fodor is, és körbe aranykotta, így ritmusra lippen gazdáján a szoknya. A zenés mulatságot a buli Juli garantálja, így hát elnyeri a legjobb buli címet a mini karneválja. Alexandra, az erotika nagykövetét minden férfi figyelmébe ajánlom. Vele a nyugodt éjszakát egy férfinak se garantálom. Bűnre csábítóan,
húszos a járása, előről és hátulról is hebbehupás a formája. Ha a rakoncátlan szellőtől meglibben a szoknyája, kajánul kikacsint az intim szférája. Ahol nincs kirakva a behajtani tilos tábla, diszkréten megjegyzem, pikánsú szőrös a csajlába. Önhibáján kívül forró bujaság fűszerezi a vérét, megjelenése felpesdíti a pletyka plac népét. Huncutkázos bűnre szomjazik a vére, azt hirdeti 2020 legyen az erotika éve. Köszönjük a Harka együttesnek, hogy eljöttek hozzánk, legalább a nótás kedvükkel a hangulatot fokozzák. Minden felvonuló megérdemli a tapsot, már csak azért is, mert nem kaptunk prémium snapsot. És mivel nem a Bánat Fesztiválon vagyunk, mihez is megszólal a zene, már is táncolunk. Ez mindenképpen is a hagyományok tisztelete és megőrzése, az egész emberiség számára fontos, egy kicsiben is azt gondolom, de úgy tűnik, hogy jól is érzik magukat. A lakók is, gondozók is egy kicsit talán még közelebb is kerülnek egymáshoz. Igen, én is úgy látom, hogy erre a vidámságra szükség van, mert tulajdonképpen a farsang erről szól, a bolondozásról, a vidámságról, a szabályok felrugásáról, a pimaszkodásról, kicsit a pikantériáról, az számtalanságról. És igen, ez nagyon fontos, meg azt gondolom, ennek nagyon jó közösség teremtő szerepe van is, ahogy készülünk együtt, közösen mindenki, lakók, dolgozók, jókat nevetünk, már így maga a készület is egy ilyen vidámsága teli időszak. És minden mellé nagyon jó idő van, úgyhogy úgy tűnik, hogy jó munkát végeztetek, hiszen sikerül elűzni a telet. Hát igen, nagyon úgy tűnik, de azért reméljük, hogy jövőre egy picit látunk majd még belőle.